Továbbra sincs koronavírussal fertőzött beteg Magyarországon, a házi orvosoknak kötelező a védőfelszerelés beszerzése. Petíciót indít a teljes ellenzéki összefogásért, a DK Gyurcsány Ferenc szerint csak közös listával lehet nyerni. Többet keresnek márciustól a parlamenti képviselők, bruttó 1 millió forint fölé emelték az alapbéreket. És elindult az azonnali fizetések rendszere, a nap 24 órájában 5 másodpercen belül megérkeznek a banki utalások. Ez itt az ATV híradó. A stúdióban Nemes Anna. Jó napot kívánok, ez az ATV híradója délben. Magyarországon továbbra sem mutattak ki koronavírusos fertőzést. Az operatív törzs ugyanakkor úgy döntött, hogy a Törökországból várható menekültek miatt határozatlan ideig felfüggesztik az új személyek befogadását a tranzitzónába. A szakemberek hangsúlyozzák, hogy elsősorban az időseknek és a krónikus betegségben szenvedőknek kell vigyázniuk. Magyarországon továbbra sincs olyan beteg, akinél igazolható lenne az új koronavírus által okozott megbetegedés. Világszerte a betegek fele már meggyógyult, és napról napra több ember épül fel koronavírus fertőzésből. A mentőszolgálathoz naponta érkeznek bejelentések, de egyik esetben sem igazolódott be a koronavírus fertőzés. Magyarországon a kórelőzmények, az utazási előzmények és a betegség tünetei alapján 125 olyan beteg volt, akitől vérvételre került sor, és laboratóriumi vizsgálatot követően mind a 125 személynél egyértelműen kizárható az új koronavírus jelenléte. A repülőtereken és határokon továbbra is fokozott ellenőrzés van érvényben. Az operatív törzs azonban újabb szigorításról döntött, mivel Törökországból olyan híreket kaptak, hogy nem tartóztatják fel a menekülteket, emiatt lezárják a tranzitzónákat. Határozatlan ideig felfüggesztjük új személyek befogadását a tranzitzónákba. Éppen annak a 321 bent lévő a menekült kérelmének elbírálására váró embervédelme érdekében, akik jelenleg ott tartózkodnak. Szlávik János főorvos az oltóanyag fejlesztéséről úgy nyilatkozott, hogy korábban ez még 10-15 évet vett igénybe, ma már másfél év elegendő lehet. Már értek el eredményeket életveszélyes koronavírus fertőzéses eseteknél, például a malária, az AIDS vagy az ebola gyógyszerével. A szakemberek szerint a vírus gyermekekre nem veszélyes, felnőttek esetében csak nagyon ritkán életveszélyes. Leginkább az időseknek és a krónikus betegségben szenvedőknek kell vigyázniuk, de a halálozási arány nem haladja meg a 2%-ot. Ugyanakkor Olaszországban egy 38 éves, rendszeresen sportoló férfi intenzív osztályra került koronavírus fertőzéssel. Van, aki így reagál rá, van, aki úgy reagál rá, van, aki jobban reagál rá, van, aki kevésbé jobban reagál rá. Ezek nagyon komplex molekuláris biológiai mechanizmusok, ami ilyenkor egy sejtben végbe megy. Sajnos igen, előfordulhat az is, hogy egy teljesen egészséges, egyébként életerős szervezetet is úgy legyűr a vírusfertőzés, hogy az komolyabb kórházi ellátást igényel. A hatóságok továbbra is nyugalomra intik a lakosságot. A Magyar Kereskedelmi Szövetség nem tartja indokoltnak az élelmiszerek felvásárlását, és hangsúlyozzák, nincs és nem is lesz áruhiány. Sajtóhírek szerint azonban például egy babás webshop forgalma 24 óra alatt 500%-kal ugrott meg, a legtöbbet pelenkából és bébi tápszerből vásároltak. Tünet nélkül nincs értelme elvégezni a teszteket a koronavírusra. Erről az országos tiszti főorvos beszélt. Müller Cecília azt mondta, eddig 137 vizsgálat történt, de egyik sem lett pozitív. A vizsgálat során a torokból vesznek mintát a szakemberek, amelyből kimutatható a vírus örökítő anyagának két génje. A tiszti főorvos szerint ez egy olyan módszer, ami biztosan beazonosítja a vírust, és így nincs hamis eredmény. Müller Cecília arról is beszélt, hogy ismét aktualizálták a házi orvosoknak kiadott eljárásrendet, mert minden házi orvosnak rendelkeznie kell védőfelszereléssel. A mentőállomásokon pedig depókat hoztak létre, ahonnan a házi orvos igényelheti ezeket az eszközöket. Csehországban is megjelent a koronavírus, eddig 3 ember került kórházba. Olaszországban már 29 halálos áldozata van a vírusnak, és több mint 1100 ember fertőződött meg. Olaszország az öregek országa, akik veszélyeztetettebbek a vírus helyzetben, ezért világos, hogy sokan lesznek, akiket intenzív osztályon kell kezelni, ezt mondta az olasz egészségügyi miniszter helyettes.
Az egészségügyi tárca a legtöbb esetet regisztráló Lombardia és Veneto tartományban az intenzív osztályok befogadási kapacitásának növelésén dolgozik. Továbbá visszahívták a már nyugdíjban levő orvosokat, és azonnali szerződést ajánlanak a munkára jelentkező ápolóknak. Az egészségügyi tárca helyettes vezetője megjegyezte, hogy a betegfogadási rendszer átalakításán dolgoznak, hogy elkerüljék a kórházak rohamát. Az olaszországi áldozatok mind más, súlyos, krónikus betegségekben szenvedő idős emberek. Az olasz statisztikai hivatal adatai szerint az olasz lakosság több mint 22%-a 65 fölötti. Olaszországban a járvány miatt bezárták az iskolákat és egyetemeket, valamint zárva tartanak a múzeumok, mozik és színházak is. A Serie A profi futballbajnokság 5 mérkőzést elhalasztott. A koronavírus miatt szintén zárva tartanak a templomok és a miséket is felfüggesztik. Nem értek ezzel egyet, mert nem ugyanolyan a helyzet mindenhol. Azt megértem, hogy van, ahol felállították a vörös zónát, de itt nincs vörös zóna, ezért helyesebb lenne, ha megünnepelnék a vasárnapi misét, mondta ez a milánói lakos. Szerintem jogosan függesztették fel a miséket, mi együttműködünk a megfelelő hatóságok döntéseivel, mert szerintem bölcs és megfelelő lépéseket tesznek a koronavírus megállítására, mondta ez a férfi. A kínai egészségügyi hatóság arról tájékoztatott, hogy már több mint 40 ezeren felgyógyultak az országban a fertőzésből. Az ázsiai országban a halálos áldozatok száma megközelíti a 2900-at. A koronavírus miatt kevesebben utaznak külföldre, Olaszországban pedig sportrendezvények maradnak el. A Híradónknak nyilatkozó sportközgazdász azt mondta, kérdéses lehet a tókiói olimpia megrendezése is. A járványnak egyébként pozitív hatása is van, drasztikusan csökkent a légszennyezettség Kínában. Zárva vannak a Juventus fociklub stadionjának a kapui, noha itt lett volna a Juventus Inter olasz rangadó. De nem ez az egyetlen sportesemény, ami elmarad. Olaszország északi régiójában összesen 4 széria meccset halasztanak el. Most még üres a tokiói nemzeti stadion is, de a Nemzeti Olimpiai Bizottság elnöke szerint nem lesz az július 24-én, a 2020. évi nyári olimpiai játékok nyitó ünnepségén. Thomas Bach szerint ugyanis nem kell elhalasztani a sporteseményt a koronavírus miatt. Ebben ugyanakkor nem olyan biztos mindenki, és valójában nem is csak a szervezőkön múlik. Ez utóbbit már a sportközgazdász mondta Híradónknak. Egyelőre semmi nem indokolja, mondják ők, hogy azt a döntést meghozzuk, hogy maradjon el. Még egyszer mondom, ezzel együtt ez mégsem teljesen tőlük függ, hiszen azért, ha a japán döntéshozók is mondjuk, a japán közvélemény azt mondja, hogy nem vállal ekkora kockázatot, akkor szerintem nem tudják végigvinni azt, hogy minden körülmények között megtartsák az olimpiát. De nem csak a sportéletre, hanem a turisztikai iparág egészére is negatívan hat a fertőzés. A szakember szerint nem csak azért, mert a karantén alatt álló területekre nem lehet utazni, hanem általánosságban az utazási kedvet csökkenti. Ha azt nézzük, hogy amikor 2-3 héttel ezelőtt azt mondtuk, hogy a kínai beutazott turizmus például Magyarország esetében csökkenni fog, akkor látjuk azt, hogy már 60%-kal legalább csökkent a kínai turisták száma. A Kínába beutazott turizmus is csökkent, most pedig, hogy itt van már Európában a vírus, Olaszország, Franciaország esetében is nagyon-nagyon sok negatív adatról hallani. Franciaországban 40%-os visszaesésről mesélnek. A járvány elháríthatatlan külső oknak minősül, jogilag viszmajornak nevezik, amikor a munkavállalónak például nem kell a munkát elvégezni, a munkáltatónak pedig nem kell fizetést adnia. Például kimegy Olaszországba síelni valaki, és Olaszországból nem engedik haza, vagy ha haza engedik, akkor karanténba kerül, akkor emiatt őt nem bocsáthatják el a munkájába, tehát nem mondhatna fel neki a munkáltató. Ez az elháríthatatlan külső ok. Ez a járvány, ez jogilag olyannak minősül, mint egy földrengés, vagy egy cunami, tehát egy olyan természeti katasztrófa, amiről nem tehet se a munkavállaló, se a munkáltató. Ugyanakkor a koronavírus fertőzésnek van pozitív következménye is. A NASA műholdképen jól kivehető, hogy szinte egész Kínában drasztikusan csökkent a légszennyezettség.
Az MSZP jelöltje nyerte az időközi választást a 13. kerületben, ahol Kerpel Frónius Gábor főpolgármester helyettesi feladatai miatt mondott le az október 13-án megszerzett posztjáról. Az MSZP Tóth József támogatásával indult Vajú Viktória, az Index információi szerint 42%-kal nyerte a választást. A Momentum jelöltje Poják Krisztina a Voksok 35%-át szerezte meg. Petíciót indít a Demokratikus Koalíció a teljes ellenzéki összefogásért. Ha most megtanuljuk a koalíciót, akkor működni fog 2022-ben is, erről beszélt Gyurcsány Ferenc a párt tisztúító kongresszusán. Azt is mondta, hogy csak közös listával és közös miniszterelnökkel garantálható az ellenzék győzelme az országgyűlési választáson. Az Európai Unió himnuszával kezdődött a DK kongresszusának nyílt ülése, ahol több politikus mellett a párt elnöke is felszólalt. Én is szeretlek, Béla. A bensőséges hangulatot néhány aktivista Molinóval próbálta megzavarni. Ám nem sikerült bejutniuk az előadó terembe, ahol Gyurcsány Ferenc arról beszélt, a DK történetének legsikeresebb évén van túl. Megrepett az a hatalmi szerkezet, amely fenntartotta ezt a rezsimet az elmúlt 10 évben. Ezt a hatalmi szerkezetet a kormányfő centrális erőtérnek hívta. Ennek az egyik oka szerint az ellenzéki összefogás, a másik pedig az, hogy a miniszterelnök tévesen azt hitte, hogy a nacionalizmus előre tör. A nemzeti alaptantervvel kapcsolatos viták is azt üzenik Orbán Viktornak, hogy már a konzervatív oldalon is elfogyott a bizalom felé, véli a DK elnöke. És hát mindezzel szemben, amit az ellenzék pártjai képviselnek, ott áll ez a kormány és ennek a kormányfőnek a rendszere, mely szemmel láthatólag elkényelmesedett, korrekcióra minden jel szerint képtelen, önhitté vált és belesüppett a korrupció és az urizálás szörnyű világába és mocsarába. Gyurcsány Ferenc arról is beszélt, politikai ellenfelei azzal támadják, hogy minden mögött ő áll, és tulajdonképpen mindenható. Olyan igen nagy bajom nincsen vele, de nem az önérzet vagy a hiúság okán, hanem mert ha így van, akkor szerintem nyugodtan fejezik be a kormányzást. Hát jöjjenek a mindenhatók, hát ők jobban csinálják. A párt korábban online konzultációt indított arról, hogyan induljon az ellenzék a 2022-es országgyűlési választáson. A 108 ezer válaszadó 93%-a az egy közös lista és egy közös miniszterelnök koncepciója mellett állt ki, ismertette az eredményt Gyurcsány Ferenc. Közös akaratból közös lista, közös listából közös győzelem, közös győzelemből pedig közös Magyarország lesz. Ez a Demokratikus Koalíció munkája. A DK éppen ezért a teljes ellenzéki összefogásért online petíciót indított. A párt küldöttei az elnökségről is szavaztak. Vadai Ágnes és Varjú László mellett alelnöknek választották Molnár Csabát és Arakovács Attilát. Újdonsült elnökségi tag lett Arató Gergely, Élő Norbert, Varga Zoltán, Mezei Zsolt, Németh Angéla, valamint Kálmán Olga is. Közös, hiteles és integratív miniszterelnök jelöltet lenne érdemes állítani az ellenzéknek 2022-ben. Erről a Jobbik elnöke beszélt az Indexnek. Jakab Péter azt is mondta, hogy a miniszterelnök jelölt személyéről előzetesen meg kellene állapodni. Azt ugyanakkor nem tartja fontosnak, hogy ez a közös jelölt bármely ellenzéki listát is vezesse. Gyurcsány Ferenc javaslatára, amely szerint egy közös listára lenne szükség, a Jobbik elnöke úgy reagált, hogy a DK elnöke kiengedte a szellemet a palackból. Jakab Péter hozzátette, jó lenne, ha senki sem tenne olyan nyilvános kijelentéseket, amelyek beleszakítanak az egy éve szövögetett hálóba a pártok között. Bruttó 1,1 millió forintra emelkedik az országgyűlési képviselők alapbére, írja a Privátbankár. A honatják fizetése a havi átlagos bruttó bérhez igazodik, ami a KSH friss adatai szerint nőtt, ezért kapnak többet márciustól a képviselők is. Az alapbér az eddigi bruttó 989 ezerről 1 millió 103 ezer forintra emelkedik. Az állandó bizottsági tagok bruttó bére 1,3 millió forint lesz, míg a frakcióvezetők bruttó 2 millió 200 ezret kapnak havonta. A parlamenti képviselők közül Kövér László keresi a legtöbbet, fizetése bruttó 2 millió 979 ezer forintra emelkedik.
Ha lesz, aki vigyáz a diákokra, akkor tanítási időn kívül sztrájkolhatnak a tanárok. A Népszava információi szerint ez a kormány ajánlata a pedagógusoknak. A lap úgy tudja, hogy Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár már tájékoztatta is a javaslatról a pedagógusok demokratikus szakszervezetének képviselőit a legutóbbi sztrájkbizottsági ülésen. A PDS közölte, még vita alapnak sem tekinti az elhangzottakat. A szakszervezetek elfogadhatatlannak tartják a Kásler Miklós által bejelentett 10%-os ágazati pótlékot is, véleményük szerint súlyos bérfeszültséget fog okozni. A kivitelezés megkezdése előtt meg kell nézni, hogy milyen más projektekre lehet hatással az úgynevezett ötös metró, jelentette ki híradónknak Dorosz Dávid főpolgármester helyettes. A tervezésről szóló tendert már napokkal ezelőtt kiírták, a déli hévvonalak meghosszabbításának és a vonalak felújításának támogatásáról csütörtökön állapodott meg a főváros vezetése és a kormányzat. Közben a VEKE a közösségi oldalán figyelmeztet a beruházás problémáira, szerintük ugyanis a jelenlegi konstrukció mellett alaposan elszállhatnak az árak. Budapest életében talán legfontosabb közlekedési beruházások ügyében kivétel nélkül egyetértésre sikerült jutni. Ezt mondta a Budapest Fejlesztési Központ vezérigazgatója az egyenes beszédben azután, hogy a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának csütörtöki ülésén a kormány és a főváros képviselői megegyeztek a hévvonalak felújításának és bővítésének támogatásáról. Ennek értelmében a csepeli ráckevei vonalat meghosszabbítják a Kálvin térig, később pedig az északi és déli hévvonalak összekötésével megépülhet az úgynevezett ötös metró. Ez a kormányzat projektje, és a kormány írta ki, és fogja végigvinni ezt. Dorosz Dávid főpolgármester helyettes szerint az ötös metró megépítése még függ attól, hogy a következő időszakban milyen közlekedési fejlesztések kerülnek sorra a fővárosban. Meg kell nézni, hogy a kormánnyal közösen a 21-27-es Európai Uniós tervezési időszakban milyen más projektek indulnak el. Alapvetően támogatjuk ezt a projektet. De meg kell nézni, hogy ennek mi az ára. Az, hogy ez el fog indulni, az milyen más projektekbe fog kerülni. A Budapest Fejlesztési Központ már hétfőn kiírta az első ütem tervezésére szóló tendert. Ez a déli vonalak meghosszabbításán túl tartalmazza a már meglévő vonalak felújítását, a megállók akadálymentesítését és parkolók létesítését is. A Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület nemrég Facebook oldalán hívta fel a figyelmet a tervezett ötös metró problémáira. Azt írták, ilyen paraméterek mellett könnyen elszállhatnak majd a költségek. Szerintük, ha a kiírás így marad, akkor 500 milliárd forint alatt képtelenség megúszni a kivitelezést. Emellett a konstrukció nem lenne képes a budapestiek és az ingázók igényeit is kielégíteni. Ezt a kettőt vegyíteni, ez technológiailag egy körülbelül dupla költséget jelent, miközben igazából egyik utazóközönséget sem fogjuk tudni rendesen kiszolgálni. Na most a dupla költség az pont egy másik metróvonalnak az ára. Az infrastruktúra tervezéssel párhuzamosan hamarosan indul az érintett hévvonalakra az új, alacsony padlós, klimatizált vonatok beszerzésének tendere is. Vitézi Dávid szerint a csepeli, ráckevei és szentendrei hévvonalak fejlesztése Budapesten ma a legnagyobb közlekedési adósság, és egyúttal a legfontosabb közlekedési beruházás. Baranya megyében sem azokhoz kerültek a földek, akik megművelik, ezt állapította meg 12. jelentésében Ángyál József. Az egykori államtitkár azt állapította meg, hogy földosztás során döntő szerepe volt a fideszes elithez való viszonynak. A jelentés szerint a helyi gazdálkodó családok elől a földek 83%-át más településen élő tőkeerős nyertesek vitték el, de még a helyiek között is vannak olyan cégtulajdonosok, akiknek nincs köze a mezőgazdasághoz. Ángyál József szerint a Baranya megyei adatok cáfolják azokat a kormányzati állításokat, hogy versenyben kialakult piaci áron jutnak nyertesek állami földterületekhez. 2019-ből származó belső leveleket szerzett meg a Politico a magyar közmédiában működő cenzúráról. A lap nyilvánosságra is hozta a kényes témakörök listáját. Ezek közé tartoznak a Greta Thunberg klímaaktivistával kapcsolatos hírek, valamint az Európai Unió és Brüsszel politikája, az egyházi ügyek és a migrációs hírek is. A Politico szerint van olyan téma, amin elkezdeni sem lehet a munkát előzetes rábólintás nélkül. A lapnak név nélkül nyilatkozó közmédiás szerint a szerzők nem tudják, hogy konkrétan ki dönt az anyagaikról.
jóval nagyobb ütemben drágulnak a lakások, mint ahogy a fizetések emelkednek. Az ingatlan.com számításai szerint Budapesten 104 havi nettó átlagbérből jön csak ki egy 50 négyzetméteres lakás. 5 évvel korábban kedvezőbb volt a helyzet, az akkori havi bér 68-szorosából jött volna ki ugyanez az ingatlan. A felmérés szerint jelenleg Debrecenben kell a legtöbbet dolgozni egy lakásért. A megyei nettó átlagfizetés 111-szerese kell egy 50 négyzetméteres lakáshoz, szemben az 5 évvel korábbi helyzettel, amikor 77 havi fizetés is elég lett volna ehhez. Elindult az azonnali banki fizetések rendszere, 10 millió forintig néhány másodperc alatt teljesülnek a lakossági és vállalkozói utalások az év minden napján, éjjel-nappal. A szakemberek azt remélik, ennek köszönhetően visszaszorul a készpénz használat, és 1-2 éven belül már a kisebb összegeket is így fizeti ki a lakosság. A Bankszövetség szerint az új rendszer gazdaságfehérítő hatása adóbevételek formájában akár évi 500 milliárd forintos többletet eredményezhet a költségvetésnek. Az ellenzéki pártok és a jobboldali egyszerű emberek és független személyiségek nyerte a választásokat Szlovákiában. Magyar párt nem jutott be a parlamentbe, ezért Bugár Béla bejelentette lemondását a Híd párt elnöki posztjáról. Legyőzte a szlovák ellenzék az eddig kormányzó irány szociáldemokráciát. Az eddigi parlamenti ellenzék második legerősebb pártja az egyszerű emberek és független személyiségek. A pozsonyi törvényhozás 53 helyét szerezte meg, szemben a leköszönő kormány 38 helyével. Bízzanak abban, hogy mi mindent megteszünk a többi ellenzéki párttal együtt, hogy felállítsuk a legjobb kormányt, amit Szlovákia valaha látott. Egy olyan kormányt, ami most először nem a felső 10 000, hanem az alsó 5 millió ember érdekeit szolgálja, ahol mindenki számára egyenlő lesz az igazságszolgáltatás, és ahol mindjárt egyenlők vagyunk, jelentette ki Igor Matovič. A korrupció ellenes egyszerű emberek pártja a politika megtisztítását tűzte ki célul, és a kampány során az volt a párt mottója, hogy győzzük le együtt a maffiát. Ezt megelőzően tüntetések robbantak ki 2018 elején egy oknyomozó újságíró meggyilkolása után, aki adócsalások feltárásával foglalkozott, ami rávilágított az olasz maffia és a szlovák politikai és gazdasági elit közti összefonódásokra. Nagy reményeket fűztek a magyar közösségi összefogás néven indított közös magyar listához. Hiszen, hogyha bekerül valamelyik magyar párt, akkor azért sokkal jobb esélyeink lesznek, sokkal jobban képviselő lesznek a jogaink is egyértelműen. Hogy legyen magyar iskola, legyen neki joga magyarul beszélni, akár hivatalokban is, vagy akár hol igazándiból az országban, hogy ne legyen ebből probléma. A magyar összefogás azonban a voksok alig több mint 4%-át szerezte meg, így magyar párt nem jutott be a pozsonyi parlamentbe. A Híd Most pártkoalíció 2016 óta volt az eddig kormányzó Smer vezette koalíció tagja. A tegnapi kudarc után Bugár Béla bejelentette lemondását a Híd elnöki posztjáról. 30 embert ejtett túszul egy kirúgott biztonsági őr a Fülöp-szigeteken San Juan egyik bevásárlóközpontjában. A férfit néhány napja bocsátották el, mert korábban heteken át nem ment be dolgozni. Helyi sajtóhírek szerint azt követelte, hogy beszélhessen a kollégáival. Fegyver is volt nála, eddigi információk szerint egy embert sebesített meg. A helyszínre nagy erőkkel vonult ki a rendőrség, az áruházat evakuálták. Hogy a túszejtőt sikerült elfogni, egyelőre nem tudni. Maradjanak velünk a híradó után is, mert azonnal kezdődik a fórum Szlazsánszky Ferenccel. Szervusz, Feri, milyen témákkal várod ma a nézőket? Szervusz, Anna, köszöntöm a kedves nézőket. A koronavírusról beszélgethetünk, mert délelőtt ez volt a tapasztalat, de sokakat érdekelt a gyöngyöspatai történet, a börtönbiznisz. Ugyanakkor mindemellett beszélhetünk arról is, hogy 182-en látogattak ki az egyik NB1-es meccsre, hogy önök szerint ez sok vagy kevés, lehet-e még innen elmozdulni, és ha igen, akkor milyen irányba le vagy föl, úgyhogy ezekről vagy bármi egyébről beszélhetünk. Néhány perc és kezdődik a fórum. Köszönöm szépen, Feri, most tehát a híradónak vége, de azonnal kezdődik a fórum, maradjanak velünk. Friss hírekkel pedig este 17:30-kor Gajdos Tamás várja önöket, én már megköszönöm a figyelmüket, szép napot, viszontlátásra!